Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Tegnap készítettem egy videót. Ott is van egy channeling, de nem a Bibliából, hanem az 1001 éjszaka meséjéből, hiszen az a felvétel a szerelemre szól. Így lesznek változások, egyszer a Bibliából üzenek, egyszer pedig a mesekönyvből, de a mesekönyvből szóló üzenetek azok a szerelemre utalnak. És ha szeretnél kérni tőlem egy személyes üzenetet, vagy a Bibliából, vagy az 1001 éjszaka meséjéből, ez megrendelhető e-mailen keresztül, a díjam 4000 forint. Nem csak az égi üzenetek vannak, hanem képek is. Ezúttal két képet láttam. Az egyiken volt egy ilyen gömbölyű kép, fehér színű, és ebben a képben volt két szív. Az egyik felül, lefele tekintve, a másik pedig alul, felfele tekintve. Én úgy értelmeztem ezt a képet, hogy a szerelem, a szeretet most fontos, oda kell figyelni egymásra, hogy legyen közeledés, és a fehér szín utal az ártatlanságra. A második képen volt egy nagy kerék, mint a sors kereke a táró kártyánál. Középen volt egy férfi, a nyugodt volt, a kisugárzása olyan magabiztos. És a kerék mellett kívül volt egy hölgy, és érezhető volt a képen, hogy ide fekteti be az erejét, hiszen szeretné ezt a kereket mozgatni. Ez ránk hölgyekre utal, hogy mi szeretnénk valamit változtatni a sors utakon, ennél a sors keréknél. A férfiak ott vannak középen, magabiztosak, és most nem tesznek semmit. Én így értelmeztem a képet. És hogy látod te ezt, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Te találsz valamit, ami fontos és jó lehet számodra. A múltban nagyon fáradt, kimerült voltál, de most felállsz, megvan az élet erőd, hiszen előre mennek most a dolgok. Ne félj semmitől, és senkitől, mert minden jóra fordul. Ha valaki ajánlatot tesz, vagy alá kellene írni egy szerződést, akkor figyelj oda, erre vizsgáld át, mert lehet, hogy ez hátrányos lehet számodra. Ami a népet, az országot illeti, megvan az életerő.
Az országnak van jövője, nem fog semmit elveszíteni. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!